Good morning, good afternoon, good Szép evening, jó depending on reggelt, wherever you are jó calling délutánt in from. We have kívánok some exciting news this mindenkinek. morning and looking Ma forward to reggel, sharing hát magyar idő with szerint ma everybody délután is izgalmas Blockchain Sports híreink team has to vannak, do most of the és sharing itt van today, velünk but we've got a some great Blockchain news Sports and a great csapata, opportunity as a akik community to beszámolnak ezekről really a jó hírekről, this be one of the és biggest coin ez launches az that the egyik market has ever legnagyobb seen coin with an actual indítás coin. lesz, And amit it is most led up to tapasztalunk meg az blockchain. So great to Atla see Coint, az everyone. Atleta We have 1,500 people on the Blokkláncon. call Ugye already this már morning. So most másfél this is a ezeren lot of excitement csatlakoztunk and be a great to Zoom see everyone. hívásba. Congratulations to Mindenki all of you izgatottan that várja a do híreket, és own gratulálok nodes mindenkinek, and aki Athleta nodes. Node You tulajdonos, az have Atleta royalties in Blokkláncon Node sports projects tulajdonos, and a és lot of jogdíjat kap amazing a things Blockchain are Sports unfolding right projektjeiből. now. Izgalmas And we've got some dolgok big updates today. So, Edward, vannak really good to see you alakulóban, guys úgy, as always. hogy ezeket Arcone, fogjuk great to have you with meghallgatni. us. I know Nagyon jó, Andre hogy itt will van join us just velünk shortly. So, Ilja és good to see Edvard. you guys. How's Itt everybody van doing today? Artem, és hamarosan I feel good. Andre is becsatlakozik. Hogy vagytok? Right Jól after vagyok? morning, it's been for me day after day after day. But I feel good. Igazából You know, Jeremy, when you said good most morning, good day, good hajnali evening, 5 óra van, for some reason I remember, you know those és old conference calls? a régi You join and they say konferenciahívások, people start amikor announcing where they're calling from. becsatlakoztunk, még mindenki And everyone mondta, hogy says ki their honnan state and csatlakozott their be, és akkor mondták, country. hogy melyik állam, melyik ország. Yeah, all the Emlékeztek ding még arra? ding Igen, ding ment ding. a And you hear some kattingatás, different meg countries a go like, oh wow, here we Zoom go. Oh, csilingelés, hogy ki great days. csatlakozott be. Igen, emlékszem. Hello. A régi szép Yes, idők. Andre is going to join. He has some technical issues. Igen, Andrejnek So I think technikai we're making things easy. problémái So maybe vannak, Artem, maybe vele he can use your csetelek. link. Esetleg, Artem, Help us hogyha change te your name. megosztanád vele a te Anyway, I linkedet, think a couple minutes és he should azzal be becsatlakozna, joining. és He's done so átírná much utána a upgrading nevét, in technology that this valószínűleg room is probably outdated for him, so he has a technical issue. annyira sok But there's technikai vívmánnyal it's over bír, 50. hogy a Zoom az már Now we have szinte always a small elavult talk before we technológia start while we're számára. waiting on Andre, but maybe we could Igen, start. lehet, hogy Continue. azért mégiscsak Let's jump in and I'm elkezdhetnénk, sure that will mielőtt be it'll be Andre is fun. Andre, it's great to see becsatlakozik. everyone. Man, we've got Nagyon jó, hogy almost itt 2,000 vagytok. people now on Most the meg Zoom már today, közel and 2000-en that's vagyunk. exciting. And again, we just Ez want to nagyon say izgalmas. congratulations to every Szeretnék one of you gratulálni who were able mindenkinek, to take aki advantage ki of the tudta aknázni Hello, azt a Dimitri. I was like, oh, lehetőséget. Artem's on here twice. Let me add Andre. Artem itt van kétszer. Akkor Andrét panelistának kinevezem. Right, and do we have a new Arabic translator? Van egy új arab Going tolmácsunk on one is. or is that same one? Let me see. It's the same one. No, we always Okay, have the this. same one. Right, Nem, right, right. Move ugyanaz on. az Sorry. arab tolmács. Logged off and back on. Okay, great. Again, Rendben. congratulations to Tehát everyone gratulálok who was mindenkinek, able to participate, aki and you are owners of szerepelt the és részt Athleta vett blockchain az nodes. Atleta And for Blokklánc those of you nódjainak who are a participating in birtoklásában, royalties és from akik a many different jogdíjakban projects is within the részesülnek blockchain sports a Blockchain ecosystem, Sports you guys ökoszisztéma know one of the különböző most exciting projektjeiben. things that Ahogy is tudjátok, ez az happening egyik legizgalmasabb dolog, ami jelen pillanatban is the történik, official amit launch most of the előkészítünk, Athleta az coin. az Atla And Coinnak az this is indítása. a És moment that we're ez egy all olyan preparing pillanat, for, amelyre excited about mindannyian to nagyon see vártunk, this coin go live, izgatottan to see the várjuk azt, hogy a blockchain coin gain élesedjen, traction in the open és marketplace. a It's going to be piac incredibly téren exciting. You know, we've got a népszerűségnek lot of örvendjen. people lined up Nagyon sok already behind ember this coin, and one of the már amazing things érdeklődést we're going tanúsított, to és az egyik talk about izgalmas today dolog, that amiről has be unfolded fogunk ma számolni, is the az az, partnership hogy with van egy Bybit. partnerség Bybit fell in love with this a project Bybit-tel. A quite a Bybit while ago, beleszeretett ebbe and a this is projektbe big, már egy ideje. and we Azt have an gondolták, hogy ez egy opportunity to nagyszerű, enter kimagasló into projekt, a és full ennek partnership that köszönhetően I look at teljes and partneri power együttműködést because you know kötöttünk, we could launch és on ennek some azért smaller van ereje, mert exchanges ugye and then lehetett volna prove ourselves kisebb there, step up to tőzsdén middle jegyezni exchanges a and then step up coinunkat, vagy to the tőzsdére tier one kerülni, exchanges. That's de one pathway. But to aztán be able pedig to első begin our szintű journey with a koiná partnership with válni. Bybit, De the az, hogy a number Bybit-tel two együttműködünk, exchange igazából in ez a the world. kettes Binance is számú number one.
tőzsde, ugye a Binance az első számú, a Bybit a kettes számú a Földön léptéket illetően, és az a tény, hogy mi a Bybittel tudjuk az indítást, a launchot megkezdeni, ez nagyon komoly lehetőségeket tartogat a Bybit, nem sok együttműködést köt, több száz projektjük van, amelyek jelentkeznek és sorban állnak, hogy kapcsolatba lépjen a Bybit velük, és ők ezeket elutasítják, sokat elutasítanak, és több mint egy éve senkivel nem kötöttek együttműködési megállapodást, és ők keresték meg a Blockchain Sports csapatát, és azt mondták, hogy szeretnénk kipróbálni veletek, hogy mi újság, látom, hogy igazi közösség áll mögöttetek, vannak követőitek, van, aki támogatja ezt a projektet, úgyhogy szeretnénk nektek egy utat ajánlani arra, hogy teljes körű együttműködést indítsunk útjára, ami az Atlacoin tőzsdére bekerülését támogatja a Bybit tőzsdén, ami a második számú tőzsde, Bitcoin tőzsde a világon, és ezáltal lehetőséget biztosítunk számukra, hogy lássák azt, hogy milyen fajta közösség áll a projekt mögött, mennyire be vagyunk vonódva, és egy olyan projekt ez, amely kész, hogy részt vegyen, és híresztelje, hírét vigye az Atlacoinnak a Bybit tőzsdén. Úgyhogy lehetőséget kaptunk arra, hogy új felhasználókat vonjunk be a Bybit tőzsdére, és a végső célunk ezzel, az, hogy 10 000 új felhasználója legyen a következő 2 hét során a Bybitnek, akinek soha nem is volt még Bybit fiókja, ők indítsanak vagy hozzanak létre saját új fiókot. Hogyha van már személyes Bybit fiókod, de a feleségednek például nincs, vagy a testvéreidnek, a barátaidnak nincsen Bybit fiókja, ha segítesz embereknek, hogy ilyen fiókokat nyissanak teljesen új felhasználóként, megkapjátok majd ma a részleteket, de a lényeg az az, hogy legalább 100 USDT-t lehet Bitcoint, Ethereumot, USDT-t elhelyezni azon, és egy tranzakciót kell eszközölni. Mondjuk Bitcoint kell vásárolni, vagy bármit, ami rendelkezésre áll a tőzsdén, és az már jogosít a promócióban való részvételre. És nagyon jó dolgokat fog a Bybit is csinálni. Ingyenes Atlacoinokat adnak minden új csatlakozónak biztosítani, aki a csoportos kóddal lép be, vagy a Blockchain Sports ajánlói linkkel. Ők ingyenes Atlacoint kapnak, akit ismertek a közösségben, családtagok ingyenes Atlacoint kapnak, csak azért, mert Bybit fiókot hoztak létre. Ezen túlmenően vannak még további díjak, cashback például a tranzakciós díjak fedezésére, nagyon izgalmas jó dolgok ezek, és vannak még további ajándékok, majd további hírekkel szolgálunk, de ha elérjük a 10 000 új ajánlottat, akkor egy Porsche-t ajánlottak fel. Tehát, ha mi közösségként 10 000 új csatlakozót hozunk, akkor valaki egy Porsche-t fog nyerni. Lesznek még további ajándékok. Ez azért elég ütős, komoly. És a Blockchain Sports vonatkozásában ők is, és mi is, a Bybit-tel együtt tudjuk népszerűsíteni ezt a promóciót. Nagyon komoly hírt tudunk verni, és tudjuk azt, hogy 10 000 ember, hát az semmi, mi ennél sokkal többet tudunk biztosítani. Ugye csak most ezen a Zoom webináriumon 2200 ember vesz részt. Ha csak ti azt mondjátok, hogy én 5 barátomat vagy ismerősömet meghívom arra, hogy egy új Bybit fiókot hozzon létre, a KYC-n át kell menni, és 100 USDT-t elhelyez a számlán,
öt embert meghívunk, akkor már elértük ezt a célkitűzésünket, hogy 10 000 új ember csatlakozzon. Hát ugye 10, 20, 30 ezer embert akarunk látni, hogy csatlakozzon, hogy megmutassuk a Bybitnek, hogy milyen fajta ereje van a közösségünknek, mit tudunk közösen elérni. És ez olyas valami, amely garantálja a sikerünket az Atlakoinnak. Ez az, ami tulajdonképpen a lehető legjobb, amit várhattunk, vagy kérhettünk volna. Hát lehet, hogy a Binance-ennél még jobb is lenne, ugye ez a végső, a csúcs, de a Binance-et követően nincs más olyan tőzsde, amelyről álmodhattunk volna. Úgyhogy ez egy csodálatos lehetőség, egy álom kapcsolat, üzleti kapcsolat. Úgyhogy azt kérném a közösségünktől, hogy tegyük oda magunkat, és ezt a partnerséget töltsük meg nagy lendülettel. Edward és Ilja, ti mit gondoltok? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon ütős, erőteljes dolog. Több ezer projekt van, több száz projekt, amely szeretne a Bybit-tel partneri együttműködést kötni, és nekünk meg megnyílt ez a lehetőség. Ez nagyon különleges, nem? Igen, és szeretném a webinárium alatt megosztani, hogy ha még nincsen Bybitetek, akkor ne kezdjetek el most bele, hanem megfelelő linkkel hozzátok azt létre. Pontosan, nagyon jó, hogy ezt kihangsúlyozott. Ne az legyen, hogy sics, úgy, az emberek most elkezdenek Bybit fiókokat nyitni. Megvan az öt, megvan az öt. Nem, nem. Lesz egy konkrét ajánlói link, amit kérünk, hogy majd használjatok. Lesz egy csoportos kód, és majd ezeket a kódokat mind-mind megosztják velünk a srácok. Nem csak arról van szó, hogy ez ütős és nagy, hanem én azt gondolom, hogy ez egy komoly nyereség a közösségünk számára. A Bybit-tel való együttműködés, partnerség mindenki számára nyertes helyzetet eredményez, a közösségünknek, a championoknak, a legendeknek, a vezetőknek, továbbá pedig mi vállalatként, meg a Blockchain Sports már biztosította pár hónappal ezelőtt a listázást a tőzsdén, egy másik tőzsdén, de emiatt a beszélgetés miatt, a Bybit-tel folytatott egyeztetés miatt, és Artem, javíts ki, ha nem jól mondom, de ha jól értettem, akkor ti a Bybit-tel már egy ideje azért egyeztettek és tárgyaltatok pár hónapja, igen, 3 hónapja. És az elmúlt hónapban véglegesítettük az együttműködést, és pár nappal ezelőtt született meg a megállapodás, úgyhogy azonnal elindítottuk ezt a Zoom hívást, tegnap pedig magánhívásaink voltak a legendákkal, a legendekkel, mert szerettünk volna velük a híreket, anyagokat megosztani, és remélem, hogy Artem ezt sikerült frissíteni. Ha jól emlékszem, akkor tegnap még kellett valamit frissíteni, de tényleg abszolút igazad van, Jeremy, hogy ez nagyon ütős, nagyon erőteljes. Nem csak, hogy mindenki nyer ezen, hanem az Atlakoin vonatkozásában is elmondhatjuk azt, hogy lehetőség nyílik a sorsolásban részt venni. Ugye van, aki ezt a Porsche-t meg akarja nyerni. Hát ugye, mondjuk, ha 10 000 ember csatlakozik, akkor igen, magas ez az arány. Tehát van, aki a Rolex órákra bukik. Andrej majd beszél erről. Nem csak, hogy mindenki, ugye ez garantált, hogy Atlakoint kapunk, de ezen túlmenően pedig potenciálisan a sorsolásból még további díjakkal gazdagodhatunk. Én azt gondolom, hogy ez nagyszerű, nem csak arról van szó, hogy pénzt veszítenénk, hanem csak is nyerünk ezen a részvétellel. Megvan az a díjasor, amit megosztottál velem, Artem. Mielőtt átadnám a szót, még azt azért elmondanám, hogy nagyon tetszik nekem az, hogy a Bybit megengedi nekünk, hogy kihasználjuk a saját közösségi tőkénkben rejlő lehetőséget közösségként. Ez azért nagyon komoly és jelentős, mert nagyon sok vállalkozás úgy működik. Hát igazából ez a mostani modell, hogy vannak az influencer modellek, az ilyen partnerségek, a közösségi médiában
Az elérés értéket képvisel, a közösségépítés értéket képvisel. Mindannyian legyünk nagyon büszkék magunkra, mert ez bizonyítja azt, hogy nem csak az ember bekerült a rendszerbe, de a másik az az, hogy organikus, valós kapcsolataink vannak a közösségünk által, birtokolt hatalom által, ha mondhatom így, befolyás által. És ez egy évre szóló hír, hogy ők senkivel nem kötöttek partneri együttműködést. Egy év óta mi vagyunk az elsők, akikkel szóba állnak. Úgyhogy egyfelől nekik is értéket képvisel ez, amit mi viszünk be, de ez a közösségi tőke, ha az embernek van elérése, ha van mondjuk közösségi médiában való neve, akkor az számít, az jelent valamit, és nekünk ilyen abszolút van. És ezzel segítjük az Atleta Coint, bocsánat, az Atleta blokkláncot, az Atla Coint elindulni a második számú tőzsdén a világon. Itt van Andrej? Elnézést, hogy nem tudtam eddig bekapcsolni a videónkat, mert igazából egy kicsit rossz a csatlakozásom. Szeretnénk kérni, Andrej, hogy beszélj lassan, hogy a tolmácsok mindent le tudjanak tolmácsolni. Jó, megpróbálok. Ha lehet, nem tudom, nem is biztos, hogy tud lassan beszélni. Van egy új tolmács, aki csatlakozott, de nem mondja, hogy melyik ország, melyik nyelv. Patriciáról van szó. Patricia, I think it was... Just text me privately if you figure it out. Go ahead, Artem. Yeah. Majd írd meg nekem, hogyha kitaláltad. Andrej, akkor te megosztod a részleteket, vagy mi legyen most? Jeremy, kérlek, hogy oszd meg a diát, amit átküldtünk neked. Rendben. Sorry, I guess while we're opening those, I would say that... Bybit is probably, én azt mondanám, hogy a Bybit a második legnagyobb név a kriptovaluta világában, a Binance-t követően, és beszélgettünk velük, egyeztettük, és elismerték azt, hogy a mi termékünk, a mi technológiánk az egész kripto közösség körében népszerű. Kérlek, hogy lépkedjél majd, és akkor mondom, hogy hol is tartunk. Kiváló lehetőség ez számunkra. Igazából több száz millió kripto natívnak és iBoz-nak ad lehetőséget. El fogom magyarázni, hogy mit jelent ez a marketing partnerségi együttműködés. Kérem a következő diát. Ami a díjakat illeti, ugye már említettük a Porsche-t, de a partnerségi együttműködésnek a lényege az négy szintű díjban van rögzítve. Itt látjuk a számadatokat. A Porsche, az iPhone, egy Rolex, és továbbá pedig számítógépes játék, vagy konzola, mit lehet kapni, nyerni ajándékként. Annak érdekében, hogy mi az összes potenciális költséget ellensúlyozzuk a kampányhoz való csatlakozással, a Bybit $15 jutalmat ad a jutalmazási hubban, illetve egy 5 USDT-s airdropot is kaphatunk. Ez mit jelent? A $15 bónusz és az 5 USDT-s airdrop. Nos, kérlek, lépj tovább a következő diára, mert azt hiszem, ott le van ez írva.
ha nem tévedek. Right, so what the registration partnership A agreement regisztrációs or partnerségi alignment between us is that we need együttműködés to bring them as many az new azt users as takarja, possible. hogy a And lehető these new legtöbb új users are based felhasználót on vonjuk three be. unique parameters. Három One, they have to egyedi be unique paraméternek kell registrations. So everybody who eleget signs tenni. up has to have a Új new IP address felhasználónak kell and lenni, use a új novel IP device, címmel meaning a és egy device új that has not been eszközzel used kell to create an csatlakozni, account with them before. amellyel The second még nem stipulation hoztak is they létre have never been fiókot. A KYC második az, people, hogy so this soha nem person is voltak somebody that's never been on Bybit before. leellenőrizve. A, And the tehát a third Bybiton stipulation, még which nem is járt going az to illető. A dip into harmadik what we just mentioned about feltétel, amiről most those bonuses, beszéltünk, a USDT bónuszok bonuses, kapcsán, az is USDT that bónuszok kapcsán, az each az, hogy new minden registration felhasználó új must deposit regisztrálónak $100 száz onto their account, dollárnyi USDT-t trade kell a $100 worth, and hold fiókján the funds on elhelyeznie, their account for at least 7 days. és So, ezt of követően course, everybody understands that if you deposit the $100 kereskedni and then kell pay $100 $100, there's értékben, always a és legalább kind of 7 napig ezt fees bent involved. tartani So, in order nem to make szabad sure kivenni, that there's úgyhogy nothing lost on igazából fees, annak Bybit érdekében, is hogy giving a this hidden díjak USDT vonatkozásában ne legyen semmi veszteség, a reward for Bybit everybody that 15 actually participates, dolláros and a jutalmat ad $5 mindenkinek, UID aki részt vesz, airdrop és on az top of that to 5 make sure any dolláros loss from the volume airdrop created az pedig is segít covered. a potenciális So maybe we can veszteségek fedezésében. we'll go step by step and just Úgyhogy so then egy picit everybody menjünk ezen understands át what this campaign lassan, actually is requires. hogy So pontosan mit akar ez a everybody's gonna kampány. Bybit is making A us a unique Bybit specific page on their egyedi official website that oldalt hoz has létre a saját the hivatalos Athleta oldalukon, times Bybit partnership az as Athleta per officially announced. Bybit partnership Their számára, campaign that we're és a running together kampány, is amelyet that együtt Athleta viszünk, is going az to azt jelenti, bring hogy az 10,000 Athleta new users 10 000 to új Bybit, felhasználót and in hoz a order for a new Bybithez, user to és egy count to új our felhasználó to be accredited to us, akkor lehet they have to have nekünk a new IP address jóváhagyva, and a novel device. hogyha What mondom, does this új mean? Everybody needs to eszközön use jelentkezik be, és új IP a new címről. phone, a Tehát new mindenkinek a saját új iPad, a new telefonját, computer új in order to iPadjét create an vagy account. számítógépét kell Number használni two a is fiók they've never been létrehozásához. KYC before. Soha nem So volt this person leellenőrizve a doesn't overwrite személyazonossága on a Bybit, it Bybit-en. does not count. Ha Every new már registrant has to ezt have no history megcsinálta, on akkor Bybit az nem számít. whatsoever. Nem szabad, The hogy third of the történelme legyen az deposit on the illetőknek a dollars, Bybit-en, there's a és a couple 100 of dollár nuances here befizetése that we will pár try kis to dive apróságot into. takar, When you open the account, amikor az ember you létrehozza deposit a fiókját, $100 és of Bybit, befizeti a 100 we USDT-t immediately check that one off. Then a we need to Bybit-en, akkor trade az megvan, $100 worth on the kereskedni kell exchange. 100 What dollárral does a this trading tőzsdén. actually mean? Ez mit It means jelent? that the Azt, $100 you hogy a deposit, 100 you dollár, then amit have to move from befizetünk, your utána normal regular general account azt into a your futures nominális account fiókról a and make futures fiókra kell $100 worth of átvinni, trades. és This can 100 look many dollárnyi different kereskedést kell ways. This végrehajtani. can be Ez something like nagyon putting down eltérhet. $10 Például and lehet az, using a hogy 10 10x dollárt leverage egy to open a tenex, position on Bitcoin and then tízszeres closing it right leverage-re, away. például egy This bitcoin means you just traded pozicionyításra $100 in használunk, and és utána azt $100 lezárjuk out. azonnal, We're going to 100 dollár provide a be, 100 dollár step-by-step ki. explanation Lépésről detail of the lépésre different való maneuvers magyarázattal people fogunk can use to actually trade szolgálni, this. But hogy most hogyan lehet important is ezt that regardless megcsinálni. of A legfontosabb how az you trade az, or what hogy coin you hogyan trade or what kereskedik you az do ember, with the milyen módon $100, you kereskedik. do not remove these A lényeg funds az az, hogy from your ezeket az from the futures összegeket or nem derivatives szabad account a or need to clear at futures least vagy 7 days. derivatives a Maybe those jövőbeli out vagy a there, if you guys származékos have any ügyletek wanted fiókjáról clarifying vagy here, I can részéről jump into it kivenni. on Egy on picit the hagy trade. It fűzzem doesn't have hozzá, to, hogy a you don't need to kereskedés trade for kapcsán $100. nem kell You have to, 7 napig and I didn't know that it had to kereskedni, be on the futures account. So és you nem is see, tudtam, we're hogy ez a going to futures fiókon kell, educate hogy people. történjen. Ez You nagyon can jó. trade on the Tehát futures account lehet a with no leverage. futures-ön That's kereskedni leverage nélkül, you just do 1x leverage. csak So egyszeres that's important. leverage-el, So there's no risk there, and ilyen literally you can áttéttel. simply Tulajdonképpen itt take nincs that is kockázat benne, fogja az ember az USDT-jét, a Bybit Bybit-en, coin on the Bybit futures market coint with a no futures leverage, piacon mindenfajta áttét or Ethereum or nélkül, some vagy coin, Ethereum-ot, vagy and bármilyen then más cash it back coint, out for és utána USDT pedig if azt that's what you vissza choose to do. fizeti So magának USDT-ben, there ha has to így be akarjátok $100 csinálni. worth of execution, 100 looks like, dollárnyi and értékben kell holding the funds tranzakciót for 7 days megvalósítani, doesn't és mean that 7 the napig holding is kell paid for az 7 days. összegeket Uh, tartani. if Ez nem azt you jelenti, hogy a believe you need kereskedésben kell to benne lenni, confidently execute it, hanem execute a at least that one legalább egy trade, tranzakciót you az ember need those funds végrehajtott, in the akkor account ezeket az for 7 days. összegeket So let's benne go
hagyja 7 napig a fiókon. Az egyedi regisztráció az azt jelenti, amikor új eszközről kell regisztrálni, az egy eszközt jelent, amelyet korábban még nem használtak Bybit fiók nyitására. Tehát, ha van egy Bybit fiókod már, de a férjednek vagy a feleségednek nincs, akkor az ő telefonjukat lehet használni arra, hogy egy új fiókot hoz létre az ő számukra. Új eszköz, új IP címmel, amit még nem kapcsoltak Bybit fiókhoz. Hogyha nem volt még nem esett át még KYC-n, tehát hogy nem volt még ilyen fiókja, Bybit fiókja, vagy ha volt is, akkor amikor a Bybit még nem igényelt KYC-t, tehát nem kellett a személyazonosságunkat igazolni, és erre még nem került sor. Ez azt is jelenti, hogy egy másik e-mail címet kell felhasználni. Az e-mail cím, amit a személy használ, azzal a névvel, egy olyas valamilyen e-mail cím kell legyen, amit nem használtak még a Bybit-en regisztrációhoz, és ugye $100 befizetése, ez lehet USDT, Bitcoin, bármilyen Bitcoin, nem kell fiatot, tehát hogy fiatot befizetni, lehet kriptót is küldeni, és ez már befizetésnek számít, jól mondom? Pontosan. Igen, $100-nyi összeget bármilyen kriptovalutában, bármilyen valutában, és amikor a tőzsdére kerül, akkor $100 kell, hogy érjen rendben, és akkor utána ezt a jövőbeli futures fiókra visszük tovább, vagy úgy tartjuk, hogy legalább egy kereskedést eszközlünk, és legalább 7 napig ott tartjuk az összeget. Jó lenne az, hogyha André és Arton esetleg egy ilyen olyan ismertetőt tudnánk, ami segít abban, hogy például a tőzsdei határidős piacon mit kell csinálni. Nagyon sok ember van, aki esetleg korábban már spot pénztárcákkal vásárolt, de az ilyen tőzsdei határidős piacon még nem kereskedett. Esetleg egy ilyen ismertető oktató videót létrehozhatnánk. Ezt már elküldtem nektek. Két dolgot. Az egyik van egy PDF, egy lépésről lépésre ismertető magyarázat, hogy mit kell tenni, és van egy demo oldal is, ahol az összes lépést ki lehet próbálni, meg lehet ismerni a különböző lépéseket. Jó, nagyszerű, ez nagyon jó, szuper. Rendben. André, visszaadom a szót. Igen, akkor kérném a következő diát. A kampány holnap indul, és október 17-én ér véget. 14 napon keresztül tart. Ideális esetben a kampányt a lehető leggyorsabban leszeretnénk zárni, mert amiről Jeremy korábban is már beszélt, az az, hogy tulajdonképpen nagyszerű lehetőséget kaptunk erre, hogy egy partnerségi jegyzésben vegyünk részt a tőzsdén az atletával, és a lehető leghamarabb leszeretnénk ezt ütni. A barátokat, szomszédokat, az anyukámnak, meg az ő barátainak mondtam, hogyha szeretnétek a kriptovaluta világába belépni, akkor most van itt erre a tökéletes pillanat. Nincsen sose olyan, hogy 0%-os a kockázat, de ami a számadatokat illeti, ha a kriptovilágába akar valaki belépni, akkor most ez itt a pillanat. Bármilyen díj, ami felmerül, az le lesz tudva, és minél hamarabb tesszük ezt, annál jobb, minél hamarabb ér véget a kampány, annál jobb, mert hogy 18-án lesz a sorsolás, Rolex, Porsche, a PlayStation 4-es és az iPhone sorsolása is, tehát a 4 termék sorsolása az következő nap, október 18-án pénteken lesz megtartva. Hogyha a 10 000 felhasználót elérjük az első 7 napban, akkor mehetünk tovább ezzel a kampánnyal, ugye? Igen, igen. Természetesen. Nem 10 000-ben van meghatározva. Ez tulajdonképpen a díj,
határ, minél több embert érünk el, ha 20 000-et, még jobb. Hogyha 20 000-et érünk el, akkor szinte királyi fogadtatásban lesz részünk. És minél gyorsabban érjük ezt el, annál jobb. Ezt is említette tegnap, amikor különbeszéltünk, hogy minél gyorsabban, első pár napban elérjük ezt az eredményt, akkor a Bybit számára ez egy komoly üzenet, hogy mennyire erőteljesek és hatékonyak vagyunk. Persze, természetesen, úgy van, ahogy mondod. Getting an information on how many we have at the moment és at the best megkapjuk in best majd case scenario once a day. Az adatokat, hogy hány ember csatlakozott napi szinten, ezeket mi meg fogjuk veletek osztani, függetlenül attól, hogy ki mit csinál, fontos, hogy ezt így irányba tegyük, hogy sikerre vigyük ezt a kampányt. Jeremy, kérlek, hogy a 4 szintű jutalomhoz lépjél vissza. Ez mit jelent, Andrej, hogy minden, az iPhone kapcsán minden 3500 felhasználó után, új felhasználó után egy iPhone-t sorsolnak ki? Nem, nem. A Rolex és az iPhone az fordítva kéne, hogy legyen. Szerintem is igen. Tehát a Rolex a 3005-ös, az iPhone az 500-as. Ugye itt a Rolexről van szó. Tehát 500 regisztrált után kapunk egy iPhone-t. Igen, ez nagyon jó, jó, hogy észrevetted. Minden 500 regisztrált után egy iPhone-t kapunk. 10 000-nél pedig azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen, hát akkor már 20 ember jogosult iPhone-ra. Andre, itt vagy? Nem. Ha 150 regisztráltat elérünk, akkor egy PlayStation-t kisorsolunk, elérjük az 500-at, ki lesz sorsolva a Rolex, pontosabban akkor az iPhone, és 3500-nál pedig a Rolex, és 10 000-nél pedig a Porsche. Jó, tehát nem annyiszor, ahányszor ennyi ember csatlakozik. Mi ennek az előnye a közösségünk számára? Mert persze mindenki nódokkal rendelkezik, mindenki szeretne, hogyha Bybit-en lenne jegyezve az Atlacoin. Neked is sok ismerősöd van a kriptovilágában, kereskedésre használják a Bybit-et, likviditást biztosít, komoly likviditással bírnak, de ez mit jelent a mi közösségünk számára? Ha minket a Bybit-en bejegyeznek, az Atla árán túlmenően, ha egy kicsit tudnál arról beszélni, hogy ez mit is takar, vagy milyen előnyökkel jár. Ez a véleményem, ez nem pénzügyi tanács, jó, hivatalosan. A Bybit-en rögzített projektek sokkal több likviditást nyertek, csak mert, hogy a Bybit-nek olyan nagy számú a felhasználója, minél több ember lát minket egy kereskedési platformon, annál nagyobb az esélye, hogy a coinban bevonódnak. A Limitless kapcsán a fronton vagyunk, minden egyes új vásárló likviditást teremt, azért, hogy a kereskedés megtörténjen, és a Bybit-nek több milliónyi kereskedője van, és ha összehasonlítjuk ezt mondjuk egy 10 000-es felhasználóval bíró tőzsdével, hát ugye teljesen más likviditást és léptéket jelent. Itt a haszon elsősorban az az, hogy az Atla coint egy szélesebb közösségnek mutathatjuk be, a Bybit-tal való társulás milliónyi több szempárt jelent, aki észreveszi az Atlacoint, meg az Atletát. És hát ugye a tőzsdén való jegyzés nem csak a Bybit-en,
Ez lehetőséget biztosít más tőzsdéken való részvételre is. Ha egy ilyen magas szintű tőzsdén indulunk, akkor mindez, ami azon a szinten vagy az alatt van, az nyitott számunkra. A harmadik pedig a hírnevünk erősbítése. Az Athleta és a Bybit kapcsán elismernek bennünket, hogy egy tényleges, igazi játékosok vagyunk, a nevüket adják a mi termékünkhez, márkánkhoz. A hírnevünket erősíti az, hogy ők velünk társulnak. Hát ez tényleg elképesztő. Ami pedig a jegyzést illeti, és a launchpadet, nagyon gyakori kérdés, amit a közösségtől kapunk, és vártuk is, nem csak azt, hogy az upliften legyen fönt az atlakon, de más launchpaden is. Esetleg be tudsz arról számolni, hogy milyen időintervallumon gondolkodunk a launchpadek kapcsán? Ugye ezek párhuzamosan zajlanak ezzel a jegyzéssel, ezt nem akarjuk kihagyni, ez abszolút a menetrend részét képezi, ez az első kérdés. A másik pedig az, hogy potenciálisan, mert hogy ugye ez a partnerség egy jó pár hétig fog tartani a Bybit-tel, utána pedig egyeztetnünk kell velük, és remélhetőleg sikerül biztosítani a jegyzést. Ez mit jelenthet menetrend szerint? Ez lenne a két kérdésem, ha esetleg erre a kettőre tudná válaszolni. Korábban terveztük volna a jegyzést, de nagyon sok lehetőséggel találtuk magunkat szembe. Ilya, I think because he answered that question for you the other day as well. So why don't you want to? A minap már megválaszolta ezt. Well, he answered already. Mit is mondott? Igen, igen. A második kérdést megválaszolta. So, Artyom, originally there was idea to get listed on another exchange, right? So everything was already prepared and secure. Tehát minden elő volt készítve és biztosítva a tőzsdén, de a Bybit. Ugye ez a második legnagyobb tőzsde, ezért a csapat úgy döntött, hogy megvizsgálják a Bybit-et, és kihasználják ezt a partnerséget, és hosszú távon sokkal jobb lesz a projekt kapcsán Szingapurt követően, ugye 2049-et követően, ez a konferencia, ha nem tévedek. Itt a beszélgetés október végére van belőve, talán akkor jobban fogjuk érteni, tudni, hogy pontosan mi történik. Először ezt a partnerséget le kell zárnunk, ez két hétig fog tartani, utána pár nap, hogy tárgyaljunk, és majd utána fogjuk tudni. Ugye, Jeremy, szerintem az emberek ezt egyértelműen kérdezik, és hát nagyon izgatottak azzal kapcsolatban, hogy a tőzsdén jegyezve lesz a coin. Ami a launchpadet illeti, amikor külön tegnap Andrejjel egyeztettünk, és remélem, hogy vissza fog majd térni, én azt gondolom, hogy azt említette, hogy a terv a következő hétre az, hogy a launchpaden elinduljanak a próbák. 10 launchpadről beszélt, akik szeretnék azt, hogy az Atlacoin előjegyzésben szerepeljen a launchpadjükön, és hát ez nagyszerű lehetőséget biztosítana, új ügyfél alapot építeni a különböző launchpadek kapcsán, ez nagyszerű PR és marketing erővel bír. Talán erről te is be tudsz számolni, Artem. Hamarosan majd a launchpadek listáját közé tesszük, mert hogy ezekről már tárgyaltatok, persze. Alapvetően elkezdjük majd a launchpadeket jövő héten elindítani, hogy pontosan melyik launchpad indul, milyen menetrendben, és amikor minden kész van, akkor
a végleges tervet is megosztjuk. A Bybit együttműködés a legjobb dolog, amit mi jelen pillanatban tehetünk. Ezért halasztottuk el a launchpaden indítást. És van egy másik csúcs szintű megállapodásunk. A tolmács elnézést kér, Artem sajnos nagyon rosszul hallható. Amennyiben októberben megindul ez a folyamat, azonnal, akkor nem kell várnunk október közepéig vagy végéig, akkor tulajdonképpen, ha látjuk már korábban az eredményeket, akkor egyértelműen fogjuk látni, hogy merre tovább. Elnézést, hogy a legérzékenyebb pillanatban dobott ki a Zoom. A telefonom lemerült, egy másik telefonról kellett belépnem. Igen, Szingapurt megelőzően már megtörténhetett volna a regisztráció a launchpadeken, de igazából utaság lett volna nekünk, hogy ne használjuk ki ezt a lehetőséget a launchpadekkel, mint a Bybittel, meg még nagyobb partnerségekkel, amiket idővel be fogunk jelenteni, de a piac vonatkozásában a csúcs minőség miatt szeretnénk azt rögzíteni, hogy minden egyes óra feltesszük, meg íre a pontot, óra a vesszőt. Igen, ezt a projektet két hétig futtatjuk, október 17-éig a Bybittel, a launchpad-ek kapcsán pedig tovább folytatjuk a munkát velük. A következő launchpad következő egy-két héten belül indul, és utána indítjuk folyamatosan, mondjuk azt, hogy 4-6 launchpad között még lesz a további indítás, ami pedig a listázást illeti, mihelyst a launchpadek készen vannak, megindul a listázás pár nappal azt követően. Ha tudnék pontos dátumot, elmondanám, de ez attól fog függni, hogy az utolsó launchpad zárás mikor történik meg. Hát ezt értjük, ez világos. Van még pár további kérdés, amit most küldtek el nekünk a közösség tagjai. Tegnap beszéltünk erről, hiszen az emberek a gyerekeiket, a családtagjaikat fogják ajánlani. Hány évesnek kell lenni ahhoz, hogy valaki jogosult legyen? Legalább 18 évesnek, ugye? Igen. Ha valakinek 10-12 éves gyereke van, akkor ne próbálja meg a KYC-n át tolni őt. És ugye tudjuk azt, hogy ez holnap indul, hogy pontosan mikor és hogyan, és mikor valósul ez meg, és mikor lesz meg a promóciós kód. Ezt holnap, vagy hát amint lehet, megosztjuk veletek. Ez lehetőséget biztosít mindenkinek, hogy a specifikáción a különböző írásos anyagokon átrágja magát. Nem tudom a pontos részleteket, de azt látjuk, hogy délután 1 és 4 óra között angol idő szerint, vagy hát UTC idő intervallumban történik általában ez. Valószínűleg ez így, ami várható. Megosztjuk majd a különböző csatornákon, a mi csatornánkon is. Artem,
ha ezt esetleg a legfontosabb nyelvekre le tudnátok fordítani, fordítatni, az is jó lenne, mert hát nem mindenki beszél tökéletesen angolul. És vannak olyan országkorlátozások, például akik az USA-ban élnek, a Bybit nem elérhető, mert hogy tőzsdei határidős megoldásról van szó. Szóval tudjuk azt, hogy a Bybit hol nem elérhető? That's correct. The US and I believe az USA-ban, és talán van egy pár maroknyi ország még, de szerintem a közösség tagjai nem tartoznak ide. Irak, Szíria, talán körültekintőnek kell lennünk, hogy a szankciós listát is azért megosszuk, hogy senki ne kerüljön szankció alá. Most kaptam egy üzenetet, Európából is van pár ország, Franciaország és az Egyesült Királyság meglepő módon, Kanada, Hongkong és Szingapúr, és szárazföldi Kína, Üzbegisztán is, meg még van pár másik ország, amely, meg hát ugye pár európai ország is érintett, ezt a listát mindenféleképpen közé tesszük. Hát ez érdekes. Andrei, one question, I think it's very important. So, még egy nagyon fontos kérdés. Mi közösségként nem látjuk azt, hogy kik regisztráltak napi szinten, ezt értjük. Azok, akik regisztrálnak, azok $100 feltöltenek, a forrást a határidős piacon elköltik, vagy kereskednek vele. Honnan lehet tudni, hogy kvalifikáltak? Mert lehet, hogy nem költöttek, vagy nem kereskedtek $100, csak 90-nel, vagy nem történt meg teljes egészében a tranzakció. Ezt hogyan lehet nyomon követni? Mert azt gondolom, hogy magának a felhasználónak is rendkívül fontos, hogy megértse azt, hogy ő most akkor jogosult-e, vagy sem. Yeah, well, in the Bybit, in the guide that we're going to a Bybit provide, útmutatóban majd látszik, hogy van ez az interfész, ahol automatikusan mindenki van számolva a vezérlőpulton. Mennyi lett befizetve, mennyi lett jóváírva, mennyivel történik a kereskedés. Ez egyértelmű lesz mindenki számára. Jó, rendben. Még annyi, hogy csak egyértelmű legyen, ez a promóció, ha annak hívhatom, ez nem csak a Limitless közösségnek, hanem az Atleta közösség tagjainak is nyitott. A Limitless csupán csak egy részét, nagy részét persze, képezi ennek, de hát szeretnénk másokkal is megosztani ezt a lehetőséget. Ez nagyon ütős, és ezzel együtt talán ezernyi alkalmazott is van a blokklánc, a blockchain sports alkalmazottjai, és nagyon sok más ember van, aki az Atletát követi a Limitless-en kívül, úgyhogy mindenki számára megnyílik ez a lehetőség, hiszen a blockchain sports, illetve az Atleta közösségi média oldalain ez meg lesz osztva, ugye? Igen. Abszolút. Igen, nagyon széles körben fogjuk népszerűsíteni ezt a lehetőséget, majd kérjük, hogy mindenki ossza meg, ahol csak tudja. A Bybit neve a Web3-as világban tényleg az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb, ami a jövőbeli határidős piacokat illeti, a Bybit a legnagyobb, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre. Maga az a tény, hogy ez a dolog, ez az együttműködés megtörtént, ez nagyon különleges. A Bybit nem köt együttműködéseket, kiválasztja, megválogatja, hogy kivel dolgozik együtt, úgyhogy mi már pedig oda tesszük magunkat, hogy ezt elterjesszük, népszerűsítsük. Még valószínűleg egy utolsó kérdés a vezetőink részéről. Azt kérdezi valaki, hogy tudod-e már, hogy mennyi Atlacoint fognak kapni a felhasználó. Erre vonatkozóan nincsenek pontos adataink. Lesz egy egységnyi Atlacoin, akit a tényleges résztvevők körében szét fogunk osztani.
Csak a kampány végével fog ez ismerté válni. Tehát nem tudjuk, hogy mekkora ez az induló összeg. The most important a legfontosabb része ennek a képletnek, ennek a kérdésnek nem is az, hogy mennyi tokenünk, meg milyen Porsét kapunk. A legfontosabb az az, hogy megértsük, hogy ez a mi felelősségünk, az Athleta Coin a mi tulajdonunk, és az, hogy mit fog nekünk termelni, hogyan fog ez megvalósulni, az sokkal ütősebb, mint az, hogy pár ingyenes coint, vagy egy Rolex órát, vagy egy iPhone-t kapunk, vagy akár egy Porsét is. Én azt gondolom, hogy arra kell összpontosítanunk, hogy az ember az Athleta Coin tulajdonlásával nem csak te tudsz ebből hasznot húzni, hanem az ismerőseid is. Rendkívül fontos ez. És tudom azt, hogy sokszor, ha én nem csinálom meg, vagy nem élek ezzel a lehetőséggel, akkor kimaradok. És hát ez nagyon fontos. Mindenki számít. Mindenki számít. Nem szabad az ilyen lehetőségeket elpazarolni, mert hogy Bybit-re akkor is szükségünk van, hogyha a kriptó világában otthonosan mozgunk. Tulajdonképpen ez egyfajta szükséglet, úgyhogy ez jó lehetőség, hogy az ember fiókot nyisson. A jövőben az Athla Coint értékesíteni tudja. Ez a legjobb tőzsde erre a célra, úgyhogy nagyon sok haszna van ennek. Én nem ezekre a jutalmakra, a kis apróságokra összpontosítanék, hogy az is számít azért, aki Athleta Node tulajdonosok, mi szeretnénk bevonni a családtagjainkat, de mások számára ez komoly lehetőség. És ez nagyon fontos. Tudjuk azt, hogy tulajdonképpen nekünk, aki Athleta tulajdonosok vagyunk, ahogy Edward is mondta, mindenki számára nagyon fontos, hogy a családtagokat bevonjuk, bevonjuk a fiókokat, aktiváljuk a belső körünket, de amikor a közösségi médiában népszerűsítjük a híreket, meg új felhasználókat akarunk bevonni, akkor számukra, hogy miért hozzák létre ezt a Bybit fiókot, hát nem feltétlenül nincs nekik Athla Coinjuk, de az Athla Coin ez komoly haszon az új felhasználók számára. Húha, erre nem is gondoltam, hogy azok, akik nincsenek már bevonódva, de ugye, ahogy említetted, akiknek már van Athla Coinjuk. Hát végül is igen, lehet azt mondani, hogy nem törődünk mással, de nem. Nem, sokkal többet nyer az ember, mint egyszerűen a coin tulajdonlása. Igen, de kívülről, a Limitless közösségen kívülről több emberre számítunk. Nem is tudom, 10-20 ezer embert el tudunk érni szerintem. Ahogy te mondtad, Jeremy, mindenkire mondhatjuk, hogy tökéletes példa, most már 2300 ember csatlakozott be, ha 5 emberrel mindenki megosztja ezt az információt, és csatlakoznak, 10 000 ember az első nap tud csatlakozni, és nagyon sokan a ti oldalatokról, a Web3-as influencerek részéről is, a Blockchain Sports munkatársai, mindenki, aki a kriptovilágában otthon van, mindenki támogatja ezt a projektet, és fogja is támogatni ezt a projektet, de a Limitless vonatkozásában a Limitless vezetők és tagok számára, hát nekünk úgymond ez kötelezettségünk. Kötelezettségünk, hogy fent legyünk a Bybit-en, akik még nincsenek, és ha meg már fönt vagytok, akkor vegyetek részt aktívan a munkában, mert ha a célunkat elérjük, akkor ez nem egy személyes cél,
ez egy csapatmunka, a közösségünk eredménye lesz. Igen, meg fogjuk tudni, hogy pontosan hány emberről van szó. Igazából a most nem elérhető specifikációk holnapra tisztázva lesznek, és megosztom veletek ezeket az információkat, tehát az indítás előtt mindenki felkészülten indulhat neki a promóciónak. Köszönjük szépen, Andrej, előre is. Ezek nagyszerű hírek. Tényleg nagyszerű hírek. Hát akkor hajrá! Mutassuk meg, hogy micsoda hatalommal, micsoda erővel bír a közösségünk. Mindent a hivatalos Limitless csatornán megosztunk, a Blockchain Sports csatornán is közé lesznek téve ezek a hírek, úgyhogy hajrá, induljunk neki! Köszönöm szépen, srácok, köszönöm, hogy itt voltatok. Még esetleg egy gondolattal zárnám, hogy az események összefüggése, ugye az amerikai választás időzítése miatt ez a tulajdonképpen a tőzsdére menetel még érdekesebb, még jobb hír lesz számunkra. Tényleg ütős, tényleg erőteljes ez. Jól van, akkor tegyük oda magunkat. Köszönjük mindenkinek!